Ruhánk és sminkünk már van, de kell egy hajat is készíteni. Csináljunk neked egy szép frizurát, nekem? Mit szólsz? Persze. Na jó legyen, ám. Igen, mert vannak hozzá szakembereink. Sziasztok! Na csücsenj is. El is döntöttétek, neki, hogy én leszek a modell, úgyhogy hajrá! Igen. No, szilveszter frizura. Mi az abszolút trend, Imi? Most a frizurákban is az vált trendi, amit már a sminkekben is említettünk, hogy a smink, az új divattrend, a hajunk, a sminkünk is egyben. Mi most elhoztunk nektek egy új terméket, amivel kicsit fel lehet dobni a szilveszteri frizuránkat. Most az aktuális trend a szilveszteri formákban, vagy ezek az alkalmi jellegekben, hogy fonatot készítünk, és a fonatokban egy ilyen egyszeri alkalom, az első mosásig tartó színezést rakunk. Van ebből lila, rose gold, amit már említettek, ami éppen aktuális trend. Az aktuális divat trend így van, színek, így igaz? Van nálunk, pont nekem és ez is eszembe jutott a fonat, mert mostanában nagyon sok közösségi média sztár jelent meg ilyen nagyon extrém hajfonatokkal, és egyébként szerintem nagyon jól néznek ki. Mikor lett igazából trend a hajfonat? Szerintem egy pár évvel ezelőtt kezdődött ez a fonat. Itt megint csak a közösségi médiát tudom, hogy egyre több youtuber, insta sztár elkezdte ezeket a videókat készíteni, mint saját magának fonatokat készít, és akkor a hölgyek körében egyre népszerűbbé vált ez a hajviselet is. Most Ditke is egy fonatot fog kapni, gondolom nem a klasszikus három ágas fonást. Mit készítettek neki? Nem egy ilyen túl bonyolult fonás. Mondom, az a különlegessége, hogy igazából egy picit felruházok egy ilyen különlegesebb szín összeállítással. Én annyira szeretném egyébként magamnak ilyen kreatívan befonni a hajamat, de egyszerűen nem áll rá a kezem egyébként. Ebben tudtok néha vendégeknek segítséget nyújtani, hogy mégis nem hogyan kezdjünk egyedül neki, vagy ez teljesen egyénfüggő és kézügyességfüggő? Ez abszolút gyakorlás kérdés. Gyakorlás. Akkor többet kéne fonogatnom a hajamat. Rengeteg videó található erre az interneten, és nyugodtan, ha végignézed, ott lépésről lépésre, step by stepről tudjátok követni. Igen, nagyon szépen színek köszönjük. Tekintetében, mert tavaly szilveszterkor, meg tavaly előtt nagyon nagy divat volt ez a, lehet, hogy butaságot fogok mondani, ez a bemoshatós hajfesték. Tehát, hogy beszíneztem, és akkor szilveszter kibírt, aztán ki is moshattam a hajamból. Igen, most ennek van az update-je, ami egy új fajta termék, csak ebben már vannak csillogós, több szín, és ez sokkal könnyebben kijön a hajból. Ez egy új termék, amit Dorina a kolléganőm fog használni, és ezzel színezzük át egy kicsit ezt a fonatot. De alapvetően 2018-ban mondjuk mi volt az abszolút hajszíntrend? A balayage még mindig abszolút ez a hajszín. Nagyon kitartó a szőke. Módít, szőke, igen. Köszönöm, a magyarul mond, hogy mi is megértsük. Akkor Ditke most ő abszolút trendi, mert szőke abszolút is, meg fonatot is kap, én meg teljesen nem, úgyhogy... Azért a barna sem maradt alul a versenyben, de azért pont megkérdeztem a vendégeimet így a saját oldalamon, hogy melyik a népszerűbb, a szőke vagy a barna haj. Azért sajnos így a szőke nyert. Hajhozban van olyan, ami nagyon trendi? Most a hosszú hajhódít egyértelműen, meg még a long bob, vagy a bob. Akkor nem forma. Vagyok annyira lemaradva, úgy érzem. Nem. Kicsit, hogyha előre tekintünk 2019-re, lesznek hatalmas nagy változások? Nem, annyira nem érzékelhető, bár mindig a közösségi média irányítja már igazából ezeket a trendeket. Ha valaki kitalál valami újdonságot, amit úgy hirtelen felkap a jó nép, hogy ő rögtön hamar elterjed. Hogyha külföldhöz viszonyítjuk magunkat, akkor hogy állnak a magyar hölgyek a frizura trenddel? Követik a külföldi mintákat? Abszolút követőek vagyunk, már szerintem nem tudnám azt mondani, hogy nem követjük a trendeket. Na, ez nagyon jó, Ditke. Igen. Hogy érzed magad? Én tökéletesen, tehát engem nem tudom, nagyon sok mindenkit egyébként zavarni szokott általában, ha a hajával matatnak. Én végtelenül élvezem, tehát én ilyenkor úgy érzem magam, mint egy kiskutya, akinek a fülét vakargatják, úgyhogy el lennék itt még egy darabig. Minden esetre nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen hajfonatot fogok kapni, különös tekintettel erre az új anyagra, amit meséltetek, hogy egy ilyen csillogó anyagot tudtok a delikvens hajára fölfújni. Egyébként úgy látom, hogy nagyon széles palettában található. Igen. Színben. Az én hajamhoz milyen színre gondoltatok egyébként első körben? Hát mondjuk most megadatik a lehetőség, hogy válasz akár te is. Aha, mert mondani akartam, hogy ha... Mondjuk a sminkedben van egy pici lila.
Igen, akár. Van egy kicsi bordó is, de hogyha meg a ruhámat nézed, abban meg a fekete és a púder dominál. Nyilván a fekete csillám a fekete. Az én hajamban nem lenne feltűnő, tehát azt kihúzhatjuk, ezt így hátra is sakkozom, jó? És akkor ő de lehet keverni is egy picit, hogy csillogó legyen. Nekem egyébként megmondom őszintén, hogy ez a kicsit rose gold beütés tetszik, mert jó, hogy az a ruhámhoz van is szerintem megy. Van még egy ilyen pici arany is, akár. Beszéljünk már egy picit a férfiak hajáról, mert ugye a férfiakat eddig nagyon kihagytuk a műsorból, ők nem kaptak ruhát sem, meg sminket, meg semmit. Férfi hajaknál mi az, ami most hódít? Nagyon sokaknál látom, celebeknél, meg nem celebeknél, ez, hogy oldalt le van nyírva, felül hosszúra meg van hagyva, és akkor itt össze van csomózva, össze van fogva, az úgy trendi? Szerintem az meg kicsit kifutóban van. Na, hála a jó égnek, hogy más is így látja. Abszolút azt látom, hogy inkább a klasszikus vonalvezetés, ami a hétköznapi embereknél hódít. Nem látom azt, hogy ez a felfogott haj, ez meg kicsit visszaszorul. Bár a férfi hajtrendet inkább a focisták irányítják. Abszolút, de hogyha... Van egy EB vagy egy VB, akkor rögtön megjelennek elég érdekes frizurák, és akkor onnantól kezdve követik a férfitársak is. Igen, de ugye nem csak a hajukról lehet beszélni, hanem azért a szakába is van egyfajta minta a férfiaknál, ott most mi a trendi? Hát a borosta, vagy ez az egész hosszú, ez a Kossuth szakál, amit hordanak a férfitársaink. Ezek most abszolút divat. Én most operatőrünket olyan szívesen megmutatnám, de nem hagyja magát, úgyhogy neki is egyébként egy ilyen trendi szakál jelent meg, egy trendi szőrzet az arcán, pedig eddig nem volt jellemző rá, de határozottan jól áll neki. Teljesen más arc élt kölcsönöz egyébként egy szakál egy férfinak. Nagyon sokat tud dobni rajta, vagy éppen rontani. Inkább idősíti el szerintem úgy a férfitársakat. János, hallod? Na nem, leszögezhetjük, hogy abszolút trendi nálunk mindenki. Ditkete most már abszolút, meg az operatőr kollégák is, meg mindenki. Nagyon gyorsan elkészítetted, én itt közben nézem, hogy mi történik hátul. Nagyon szép, ez az, amit én soha nem tudnék megcsinálni, sem magamnak, sem másnak. Én annyit láttam csak egyébként, hogy egy ecset volt a kezedben, ezt jól láttam. Tehát ezt az anyagot egy ecsettel kell fölhordani? Igen, azzal kell felvinni. És utána ezt meg kell szárítani igazából, és akkor egy picit változik a tónus, mert ez egy ilyen folyadék, és ezt felvisszük, és utána beleszárad a hajba, de ez nem jön ki belőle, csak a következő mosásnál. Mondani akartam, hogy mi az, hogy nem jön ki belőle, ne ijeszges! Még én is megijedtem. Igen, most rám tört a nosztalgiázhatnék, mert eszembe jutott a régi jó kis általános iskolai rajzóra, amikor mi a temperával csináltuk ugyanezt. De eszméletlen, hogy most már a hajtrendekben is tulajdonképpen ilyen Picasso-k vagytok, hogy ecsettel hordtok föl különféle festékeket, amik tartósnak bizonyulnak, de kimoshatóak. Milyen trendek vannak egyébként még így a hajdíszítésben? Tehát most itt van ez a speciális anyag, amivel például egy fonatot föl lehet dobni. Divat-e még például a csillám, ha már most itt vagyunk szilveszterkor? Nem, azt már nem használjátok, nem használjuk. Már, igaz? Már csak ez van, ez az új trend. Ez még nem terjedt el, ezért hoztuk el, hogy bemutassuk, hogy ezt ha lehet használni majd, és majd a jövőben. Lehet. Kedves hölgyek, lehet majd kérni a fodrászoktól, hogy milyen színben is, mennyiségben kérik a hajukba. Hát nagyon szépen köszönjük!